Két olimpiai bajnoki cím után nem mondhatom azt, hogy rossz, úgyhogy abszolút egy, szerintem a legjobb évem volt eddig. A hosszú távú cél jó, és a rövid távú cél pedig a jövő évben jól szerepelni az Európa-bajnokságokon, a válogatókon, először utána az EB-n, VB-n. Fontos a szurkolók elismerése, de abszolút kerek az esztendő, tehát nekem már augusztus 8-a óta kerek az esztendő, akkor nyertem az első olimpiát, és utána a másnapi egyes nyeréssel már szavam nem lehet. Én az a típus vagyok, aki általában novemberben becsomagolva stb., tehát hogy már megvan véve az ajándék, ebben az évben nem. Tehát még rohangálok egy-két helyre. Amikor ez biztossá vált, ez egy olyan fél perc lehetett, amikor felhördült a közönség, és nagyon sok magyar volt, és nagyon nagy hangzavar lett, úgyhogy biztunk benne, hogy mi nyertünk, és csak utána néztem meg a kivetítőt, hogy tényleg mi nyertünk. Én úgy láttam, hogy mi értünk be előbb, mint a portugálok, de ezt nem lehet igazán belülről látni egy ilyen szoros befutónál. Ami persze ott jár az ember fejében ilyenkor, hogy egyszerűen nem bírtam elképzelni, hogy minket ott akkor megvertek. Tehát ez az érzés járt a fejembe, és nem tudtam volna elfogadni, hogyha bárki előttünk ér be. Ez a gondolat járt a fejembe, de mi nyertünk. A célunk egy jó felkészülés továbbra is, ahogy az elmúlt évben is volt, aminek most már azt mondom, hogy benne vagyunk a közepébe, itt alapozási időszakról beszélek. Nem változtatunk semmit, az eddigieket csiszoljuk és megyünk tovább. Kiszúrtam egy olyan időpontot, amikor úgy gondoltam, hogy a plázákban és az egyéb vásárlási lehetőségekben nincs túl nagy tömeg, úgyhogy pontosan az időszűke miatt megoldottam, mert természetesen mindenkinek megvan az ajándéka, és remélem örülni fognak neki. Én is természetesen végigizgultam azt a napot ott Londonban, július 29-ét. Természetesen egész évben erre készültünk, ez volt a fő attrakció, az egyetlen verseny, ami számított igazából 2012-ben. És ezért az évértékelésem az nekem általában kifejezetten Londonról szól. Erre készültünk, az összes verseny erre volt beáldozva. Az egész csapat, a felkészítő csapat Somlay Béla mester vezetésével erre az egy napra készített föl, és ez annyira jól sikerült, hogy sikerült túl teljesítenem a magammal szemben felállított elvárásokat, amik tulajdonképpen a pontszerzés, éremszerzés volt, mezsén mozgott. És ezért nagyon-nagyon tudok örülni ennek az aranyéremnek. Saját magam is azt tapasztalom, hogy megteltek a vívótermek, csak a vasas vívótermében körülbelül 120-130 kisgyerek érkezett szeptemberben, októberben, teltház van. 2013 is egy versenyről fog szólni, ez a budapesti vívó világbajnokság lesz, amit augusztusban rendeznek, arra fogok készülni. És jó lesz hazai pályán? Én nagyon várom, fél hivatalos információk szerint az a rendezvény is a Sima csarnokban lesz megrendezve, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy sok magyar szurkoló ellátogat, és olyan hangulatot, vagy még olyanabb hangulatot fognak majd ide varázsolni a csarnokban, mint amilyen Londonban volt.